Az idő múlását sokféleképpen meg lehet fogni, mi is megpróbáljuk, ugyanis a mai témáinkban központi szerepet kap majd az eltelt idő. Köszöntöm a nézőket, sziasztok! Szerintem a mi adásunkra, meg úgy általában a saját adásainkra is rá lehet húzni azt, hogy kicsit relatívan telik az idő, mert sokszor hallom tőletek is, hogy egy-egy téma után, hogy úristen, már végeztünk is, megyünk a következőre. Az biztos. Igen, amikor belénk folytad a szót. Én sose folytam, nem tudom, miről beszélsz. Még rátűznénk egy-egy mondatot, de már nem lehet. Igen. Meg van kötve a kezem, sajnos az időt tartani kell, ez sajnos ilyen egy tévé. Na de, hogyha már felvezettük itt, hogy különféle időmúlásokról fogunk beszélgetni, menjünk az első téma felé. Egy kicsit belemagyarázós talán itt az idő múlása, 14 év után fog visszatérni egy ilyen nagy műsor a TV képernyőkre, amit sokan szerettek, sokan felnőttek rajta. Én talán nem tartozom ezek közé annyira. Mondjuk ki, Győzikéknek fog újra indulni egy új műsora. Mi lesz a cím? A régi Győzike show. Ránc felvált verziója, igen, Gáspárik. Igen, de címmel. Itt is egyébként hozzá lehet venni azt, hogy eltelt már 14 év az utolsó rész óta is, hogy mennyire fog ez, nagyot mennyire fogja érdekelni az embereket. Na de most akkor szerintem valljunk szint. Ki az, aki nézte a Győzike show? Én is. Jó, tehát, hogy ki az, aki nem, nyilván Kori nem. És ne kapcsoljon el senki, tehát hogy bocsássák meg. Én tegnap megnéztem, tehát végül is tegnap belenéztem, csak az adás kedvéért, de nem olyan. Tévét nézni nem tilos, tehát én ezt azért nem szerettem régen, és amikor ugye elítélték, úristen, te nézed a Győzike show-t. Mindenki nézte, tudod. Persze. De régen itt elkezdtek, ugye én 10 éves voltam, amikor elindult a Győzike show. Én nem mondom, hogy 21 éves voltam, amikor ez ment, és... 21? Hát, mennyi idősek voltunk? Nem akarok belegondolni, bocsi. Szóval, hogy... És akkor a Győzike show egyébként a saját műfajában újnak számított, abszolút Magyarországon. Tehát nem volt előtte hasonló reality, hogy gyakorlatilag egy családi életét a nap 24 órájában, hát jó, nem, talán nem aludtott a stáb, de hogy nyomon követhettük minden rezdülésüket. Mondjuk akkor itt megbukott az elméletem, mert pont azt mondtam volna, most itt Korira reflektálva, hogy ugye 24-5 vagy? Most 25 éve. Bele. Tehát, hogy másabb felnőttként belenézni, meg másabb mondjuk egy 10 éves gyereknek, mint nekem. De hát akkor te már jóval felnőttebb voltál. Én felnőtt fejjel döntöttem így, hogy úristen. Nekem gyerekkorom szerves része volt. Hozzá kapcsolódott az esti rutinunk. Tehát anya elzavart zuhanyozni. Utána Barbie bevágódott az ágyba, győzikes után meg takarodó volt aludni, tehát hogy nekem így ez volt az esti. De egyébként szerethették az emberek, mert ugye az elméleti tervek szerint én úgy olvastam, hogy nem akartak csak 8-10 részt, ez képest meg 100 fölé mentek. Igen. Mindenki szeret kukkolni. Mondjuk ez így van. Meg egyébként szerintem, most bocsánat, akkor még szerethető volt ez a család. Tehát volt egy ilyen ripacs, relatíve egyszerűbb család, tehát ugye a Győzike ismert volt, de egyiket a családjáról semmit nem tudtunk. Szóval, és a mindennapi ügyes, bajos dolgait tudjuk, már utólag meg voltak rendezve, de hogy veszekedés, féltékenység, nem tudom, anyagi viták, stb. Bálás, tehát, hogy szóba kerültem, így minden volt ott, a kutya eltűnt, meghalt, nem tudom, Győzike. Mondjuk Győzike azt nyilatkozta, azt hiszem tavaly, hogy egyetlen egy dolog volt komoly, amikor a kutya meghalt. Mm-hmm. Igen, tehát az nem volt megrendezett. De a lényeg, hogy lehetett, még ha nem is mindenki, de azonosulni valamilyen szinten ezzel a családdal, vagy szórakozni hozzá. És mindenki szerette úgy mérni magát, igen, hozzá, hogy feljebb van. Igen, tehát ez is jó a trashbe, tehát erre is épít, hogy... Egy simogatási picikét. Igen, még hát látjátok, mi különbek vagyunk. Hogy tegnap egy részt néztem, hát majdnem végig az utolsó 5 percet talán már nem, és hogy azt vettem észre, hogy igazából ezek olyan sok szempontból a hétköznapokban bármelyik családban megtörténhetnek. Persze. Most nem tudom, hogy a többi részben nyilván milyen volt, ebben az egyben veszekedések, kutya haza kerül, megtartjuk, betanítani, mit tudom én még. Igen. Na jó, de ilyen gyakorisággal, tehát mindennapos gyakorisággal azért valljuk be, hogy vannak unalmas hétköznapjaink otthon. Na most, ha az én otthonomban beköltözne egy stáb, itt nem hagytak a szerkesztőt unalmas részeket, persze. Meg volt a dramaturgiai íve minden egyes résznek, és mindegyikben volt valami craft, ami miatt azt mondta, ez tök jó volt, holnap is leülök és megnézem. Képzeljétek el, annó én még el is mentem ahhoz a házhoz, Salgótarjánba, ahol játszódott. Nem azért mentem, hanem ott jártunk az környéken. Igen, teljesen véletlen, egyébként tényleg. És akkor hát nem voltunk messze a Salgótarjától, és akkor nézzük meg a házat, de hogy elvileg az nem is az ő házuk volt, tehát hogy valójában nem ott laktak, hanem ott vásárolt az RTL, igen, nekik egy műsor, vagy egy lakást, vagy béreltek, és akkor ott forgottak. Egyébként ez heti vagy napi vagy havi? Szerintem napi volt. És igen. Most is az lesz. De új részekben mondom, tehát új részekben heti szinten jött új, és ugye úgy mentek az ismétlés.
megjelenések napiban, vagy napi szinten nem, volt napi ez szinten, úgy? Nem, napi szinten. Kivéve hétvégén. Igen, és most is úgy lesz egyébként, tehát napi gyártású lesz. Igen, nyáron kezdik el majd forgatni, és akkor összekerül adásba. Szerintem akkor előre nyilván leforgatják, és akkor tehát nem real-time-ba megy. Igen. Az most valószínű. Nekem az az érdekes pont. Bár arra kíváncsi leszek, hogy még ugye az kérdőjeles, hogy a gyerekek benne lesznek-e. És hogy így lesz-e elég érdekesség benne, hogy ketten lesznek Győző meg Bea asszony, ugye ebben az egész show műsorban. Mondjuk nem tudom, hogy annó most Virág 2 éves volt, amikor és nagyon indult. Cuki, én esküszöm, hogy néztem, nagyon sokat lehetett. Volt. Tehát nyilván ő nem játszotta meg magát. Tehát hogy lehet, hogy belerakták olyan helyzetbe, amiben kimozgatták a gyerekből, az üvegasztalon a nappaliban, és emlékszem rá, hogy ugye még bőven gyerek nélkül így fogtam a fejem, hogy te jó Isten, és hogy ezt hagyja az anyja. Most meg, már ugye 35 éves fejem, meg végképp azt érzem, hogy te jó Isten, ezt végignézte egy egész ország, ahogy kidekorál egy komplett üvegasztal, csorog mindenhol a cucca rá a szőnyegre. Szóval nagyon jó volt. Na de kérdés, hogy 14 év után a mai világban, amikor már azért tömve vagyunk realitikkel, mit tud adni a Győzike show? Szerintem nem fog akkor átmenni, mint ment. Eleve egy kicsit már megöregedtek ők is. Igen, tehát 50 pár éves megöregedtek azok, akik ezt látták, akik átélték, akik szerették. Változott a világ is, változott a fogyasztási szokás, változott a konkurencia is, mert ahogy mondtad, annak idején ugye ez akkor az elsők között volt, most meg van 1000, és ez viszont egy jó kérdés. Viszont ugye, ha meg a kukkolást nézzük, akkor meg nem a Győzike Show volt az első, mert a való világ itthon 2002-ben indult el. Igen, igen. Hát a kukkolást úgymond azt már 2002 óta. Ezek a beköltözős summisorok azért mekkorábbra adatában. Jó, de egy kicsit azért másnak. Igen, de kettővel versenyzel, vagy persze. Mások 614-jel. Igen, de egyébként a trash szerintem soha nem megy ki a divatból. Tehát lehet, hogy azt érezzük, hogy ó, már eljárt fölöttük az idő, már nem fogunk a dicsak buksin úgy jó derülni, de akkor is nézni fogják szerintem, mert a trash, amikor mérheted magad valakihez, és feljebb pozícionálhatod magad hozzá képest, az mindig menő lesz. Mondjuk én, ha magamból indulok, én pont nem. És ezen neked gondolkodtam, nem, hogy ha a Győzike Show, igen, újra fog indulni. Lehet, hogy belenézek az elejébe, hogy csak úgy kíváncsiságból, hogy milyen ez, de ugyanúgy, mint a való világ, amit szintén gyerekként követtem, több éve nem, egyáltalán nem érdekel. Lehet, hogy beránt majd, amúgy nem tudhatod. Na de hogy tud megújulni? Tehát most, ha szerkesztői szemmel nézzük, tehát mi az, amit tud nyújtani? Ugye Gáspár család, azért megváltoztak ott is a viszonyok, Győzike már ilyen politikai berkekbe kezdett el mozogni. Mindenben, ilyen polisztor. Már most kiáll foci meccsekre, beasszony, háziasszonyból már ugye komoly, nem tudom, karrierista nő lett. A gyerekek kirepültek a fészekből, szóval, hogy mi lehet az, ami érdekessé teheti még. Hát egy unoka nagyon szólna, én dramaturgiai szempontból, hogyha úgy indulna. Viszont ezt így bevállalják. Hát nem. Én őszintén nem tudom, hogy mi újat szeretnének. Főleg igen így, hogy jó esélye két szereplős lesz a sztori. Tehát ugye ott is már az utolsó évadokra azért behozták a bővebb családot is. Igen. Ugye megjelent Zsolti talán, Győzikének a rokona. Tehát, hogy akkor már azért bővült most a szereplő is kell gárda. Ember ezt nem tudja elvinni. Csak kérdés, hogy akkor kik csatlakoznak. Mert azt nem tudom elképzelni, hogy a lányok hazaköltöznek esetleg, és akkor életvitelszerűen, bár nem tudom. Hát figyelj, mennyi a forgatás? Ha nyáron forgatják, akkor 3 hónap mondjuk. Tehát most 3 hónapra? Ripacskodásból biztos, hogy nem lesz hiány szerintem, igen. Meg rongyrázásból, tehát hogy luxusautók és nem tudom, luxusutazások, esetleg kimennek a meccsre. Igen. Szerintem lehet, hogy Győzőből kinevelnek valami futballistát, és az 50-es éveig. Lehet, hogy sokat ad ez a külső forgatási helyszín pont emiatt. Mondjuk, tehát azért is leszek kíváncsi a lányokra, mert ugye a nagy lány, hogy hívtál? Evelyn, igen. Ugye nagyon sokszor nyilatkozta azt, hogy az ő életében rengeteg kárt okozott ez a show műsor. Hát, hogy nő kamaszkorát, szinte kiskamasztól a nagy kamaszkorig, ő azt ott átélte, azt hiszem 7 éves volt és 18 éves koráig. Igen, és ugye ráadásul iskolában is, és nem is olyan régen nyilatkozta, amin én nagyon rácsodálkoztam, hogy ezt így kimondta, hogy azt írta, nem volt gyerekkora, és hogy nem állt rendelkezésére külső segítség, tehát nem volt lehetősége pszichológussal beszélni, holott egy kiskamaszról beszélünk, akiknek az életének szerves része volt egy komplett stáb, és hogy meg kellett játszaniuk magukat. Meg hát nyilván ő erről nem dönthetett. Nyilván a szülők döntöttek arról, hogy a gyerekeket is bevonják csak most ebbe, most már ott a kezébe a döntés. Ha én ezt anyaként meglátom, hogy a felnőtt gyerekem most ilyet nyilatkozik, én nekem rohadtul nagy lelkiismert fordulásom lenne. Nem tudjuk, hogy nekik van-e, vagy
volt sem. Figyelj, biztos be azt nyilatkozta van egyébként, hogy pénzért járattuk le magunkat, évről évre többet kaptunk érte. Tehát ezt ő kimondta. Azt kíváncsi lennék, hogy megértem, mondjuk biztos, hogy megérte, ha újra belemennek, nem? Ezt akartam mondani. Tehát, ha nem érte volna meg, és ha mondjuk bűntudatuk lenne, akkor nem biztos, hogy aláírják újra azt de a szerződést. De Evelyn is elmondta, hogy most, ahol ő tart, azt mindannak köszönhet, hogy a családja, a szülei kirakatban éltek. Tehát ez, de neki nem rossz. Tehát ő azt mondta, hogy ha annól nincs ez a műsor, nem jutott volna el idáig, ahol most van. Szóval most nem de mert hol van Evelyn? Ezt csak úgy kíváncsi vagyok. Tehát, hogy egyébként, hogy a gyakos lány, tehát, hogy ő külföldön is tanult, tehát, hogy van esze. Diplomás. Nem tudom, hogy most ő... Talán a TV2-nél egyébként gyakornok, vagy valami ilyesmi. Tehát, hogy maradt egyébként ebben a személyében. Szerkesztőként szeretne dolgozni, meg akár műsorvezető. Aztán lehet, hogy ő fogja szerkeszteni a Gáspárékot. Egyébként lehet. Egyébként nem rossz. Meg ő instruálja a szüleit. Hát figyelj, belülről látta annó, szóval. Én azt tudom elképzelni nyilván Győzikék részéről, hogy ugye ez self-brand építés. Tehát, hogyha ők már kezdték itt, és ugye most már tényleg, amit mondtunk, hogy Győzikéből polihisztor lett, egy kicsit a politika, egy kicsit a foci, egy kicsit a nem tudom mi. Egy kicsit semmi, ez semmi. Nekik egyébként meg nem kell minden is egy kicsit semmi. Nekik de már nem akkor kell fenntartani. Akkor fenntartani. Inkább fenntartani. Azt tudom elképzelni. Szerintetek nektek még fontos a pénz számukra? Tehát... Szerintem nem. Szerintem nem, nem pénzért csinálja. Azért, hogy exponálva legyen, hogy ott legyen a kirakatban. A köztudatban legyen folyamatosan. Ott van. Igen, de negatív felhanga. Tehát igazából mondjuk a politikai szerepvállalása miatt támadják a komment szekcióban. A foci miatt is. Vagy a foci igen, miatt. Egy triggerpont lett az igen, emberek. Itt viszont egy már ismerős pozícióban fogják viszont látni, ami neki is otthonos. Tehát itt nem lesz szerintem olyan támadási felület rajta, amit ne tudna elviselni, vagy amit már nem kapott volna meg. Anó is sok kritikát kapott. De azt szerintem elbírta. Elbírta a lelke. Pohózkodás volt gyakorlatilag. Most arra vagyok kíváncsi, hogy például ki lesz féltékeny, mert ugye az volt annó, hogy Győző mindig nőzött, és akkor, na most lehet, hogy majd fordul a kocka, és majd ide, beapasizik be idézőjelesen, igen. Tehát, hogy változtak itt azért a szerepek is, most már nem az van, hogy tudod, be a ki van szolgáltatva a teljes mértékben Győzikének, igen, szóval most itt próbálok a szerkesztők agyával gondolkodni, hogy mi az, ami már ugye az inger küszöböt megüti 2024-ben. Lehet, hogy pont fordított lesz a felállás, vagy Győző lesz a kitartott, vagy a háztartásban. Azt nem tudom és akkor elképzelni. De az, hogy meg a sikeres séf, aki a kenyérkereső. Nem, egyébként én ebben látok érdekütköztetéseket, amit ugye elképenyőre lehet vinni, hogy ugye mind a kettő próbálja megvalósítani önmagát, úgymond nyilván rosszul kifejezve ez, de hogy ebből lehet konfliktus, amit ugye fel lehet vinni a képernyőre. Nekünk... Mondjad. Nekünk van egyáltalán bármilyen elvárásunk, hogy milyen legyen, vagy nem, milyennek képzeljük el? Nem, igazából popcornnal a kezemben fogok leülni, megnézni az első részt. Milyen. Nekem mindegy, tehát még csak nem is feltétlenül a nosztalgia vezére majd. Tehát akkor csak, hogy szórakoztasson? Én kíváncsi vagyok, hogy mit tudnak ennyi... Ja, akkor te kukkolós vagy. Én kíváncsi vagyok, hogy ennyi év távlatából mit lehet ebből a formátumból most kihozni, mit lehet ebből a házas párból kihozni, mert nyilván ugye mi 20 évesen indítottuk ennek a... Más szemben nézzük mi, mert van igen, alapunk, még mondjuk Kornélnak nincsen, mert ő nem nézte. De ez biztos, igen. Tehát azok, akik felnőttek ezen, vagy látták, vagy ismerték, más szemmel fogják nézni, mint azok, akik ugye még korábban hallottak róla, de mondjuk nem láttak csak a részleteket belőle. Olyan, vagy a mémként elhíresült mondatokat. A Mónika Show, vagy a Balázs Show. Igen. Hát igen. Azon is én is felnőttem rajta. Igen. És na, nekem meg az volt még kötelező program. A mai fiatalok, ugye, akik meg már utánunk vannak, ők igen. Meg lehet, hogy hallottak róla, de nekik igen. Nem volt szerves része az életüknek. Igen. Maximum igen. Egy-két kiragadott pillanatot. Igen, a mémé vált mondatok, akár egy-egy ilyen trash adásból, vagy akár bármiből, azok megmaradnak. Nem tudod honnan van, csak használja mindenki, és tudod, hogy akkor ez ilyen elhíresült. Igen. Na, hát kíváncsi leszek, hogy ez a mémgyárosoknak milyen alapanyagot fog majd szolgáltatni. Tehát tud-e majd esetleg annyira up-to-date lenni, de akkor hogy... fogjátok nézni? De ezt én belenézek az mindenképpen. Az első részt, igen, hát aztán meglátjuk. Igen, nyilván az első nálam bukik minden. Igen, tehát nálam azért nagyon vékony a határ, hogy Győző iszonyat idegesítő lesz, mert alapvetően de az volt. De igen, de volt benne de valami szerethető, meg nem is az, hogy szerethető, szórakoztatóan volt bosszantó, de most meg olyan szinten, hogy tudod, így meglátod, legalábbis én, és akkor érnyomásom. Igen, tehát hogy ezt muszáj elkapcsolom, és nem csak vele vagyok így. Tehát ott volt Balansznak a Ripacs mellett. Na most ugye kérdés, hogy hány szereplős lesz ez a sztori. Ez is meg fogja szerintem határozni, hogyha ketten lesznek, és akkor egy ilyen 50-es házaspárnak látjuk ugye a napi konfliktusait, kicsikét kikozmetikázva, akkor ki fog fulladni.
De hogyha... De ti, te akkor fogod? Mindenképpen belenézek az elsőbe, már csak azért is, hogy ugye néztem annó az eredetit, vagy az első felvonást, hogy mit hoznak ki ebből, vagy mit tudnak kihozni ebből, úgyhogy lehet, hogy ha úgy sül, akkor még itt is téma lesz. Én igazából egy kicsit kilógok, akkor így most közöltek, én biztos, hogy nem fogok meg. Tényleg egyébként te most nézted meg ugye életedben először, mi volt róla a véleményed? De nem is vártam tőle már. Igen, kb. Ennyi. Belenéztem, oké. Hát ugye férfiak úgy annyira nem. Elmosolyodtam egyszer-kétszer, de hogy engem ez nem tud úgy berántani, hogy folyamatosan kövessem. Aztán majd, ha ezzel indul... No, újra kell azért definiálni egy picit ezt a formátumot, tehát, hogy nyilvánvalóan... Így van. Majd megnézitek, elmesélitek, milyen volt, és hogy esetleg valami szórakoztató lesz, vagy úgy látjátok, hogy engem is érdekel, esetleg belenézek, illetve nyugodtan írják meg a nézők is kommentben, hogy ők követik-e, követték-e annó, és mit várnak tőle. De közben haladjunk tovább, telik az idő, ugye vár, ha már ez a központi mondatunk. Ugyanis most tényleg az idő múlásával fogunk egy kicsit még jobban foglalkozni, ugyanis lesek egy kicsit, Kelényi Szamos Gabriella megrendezte a születésnapján a saját halotti torát. Erről fogunk most egy kicsit beszélni. Kedven csinált hozzá. Én elolvastam a cikket, és így néztem, hogy mi van? Én is inkább ez a mi van, mint a zseniális vonal. Szerintem nagyon menő. Szerintem is, tehát, hogy ez egy teljesen más megközelítés. Kezdjük gondolni, mitől lesz az halotti tor, ha ő még él? Igen. Igazából ő alapból azt szeretné, hogy a halála után ne sírjanak a gyászolók, hanem egy iszonyatos nagy bulit csapjanak tombolával, meg minden szerintem ez egy olyan irreleváns elvárás, hogy ezt teljesíteni. Érted, mikor meghal valaki, te barátod volt, családtagod, szeretted, te utána tudsz bulizni? Sok kultúrában egyébként ez van. Meg a másik Heath Ledger, amikor meghalt, ugyan ő nagyon fiatalon halt, meg 27 évesen, de neki például a búcsúztatóján a rokonok, meg a barátok fürödtek az óceánban, és buliztak egy nagyot, mert ugye annó beszélgetett a feleségével arról, hogy mit szeretnének a temetésén, és ő kifejezetten kérte, hogy inkább örömünnep legyen, és azt ünnepeljék, hogy élt valaha, és ismerhette. Ami nyilván jogos, nagyon nehéz. Jogos kérés, nem azt mondom, csak ha én magamból indul, aki nem te jobb az, hogy sírjanak. Nem tudnék egy hozzám közel álló temetésén bulizni. Akkor sem, hogyha mondjuk az a hozzád közel álló olyan, aki egész életében, mint a nagy kanállal falta az élményeket, és csak nevetni jártatok össze, és soha egy szomorú közös pillanatotok nem volt. A hiánya miatt az nekem sokkal erősebb lenne. Valahogy. Nem tudom, én szerintem tudnék ilyen mosolymos nosztalgiával gondolni az ilyen emberre. Vagy legalábbis igen, a temetésén, vagy a halotti toron, tehát hogy úgy emlékezni rá, azon az egy alkalommal legalábbis, ahogy érted, amilyen igen, volt igen, ő, mert akkor egy kicsit tényleg ott van közöttetek. De akkor én elvárhatom a családtagjaitom, szeretteimtől, barátaimtól, hogy megmondhatom nekik, hogy gyászoljatok? Ez amúgy azért necces, mert egyrészt nem tudod leellenőrizni. Nyilván, ha ez egy elhangzott utolsó kívánság, amit más is hallott, dokumentálták, akkor más, de... De te mit szeretnél tudom. Egyébként, hogy mi lenne a mi sírjunk a temetésemet, nem gondolkodom. Ez is meghívnak-e minket? Meg ja. Ti megélitek-e? Ja. De most képzeljük el ezt a halotti tort, ugye, amit ez a hölgy a 75. születésnapjára, születésnapi buli helyett csinált. De várjál, belemegyünk, én azt akartam még kérdezni, hogy oké, hogy neki ez a kívánság, hogy bulizzanak a halála után a temetésén, de miért szervez egy halotti tort? Hát azért, mert hogy be tudják tartani gondolat. Te a saját temetésedben hiába vagy a főszereplő, már nem bocsi, látod. de hogy hát semmit nem tudsz belőle élni, nem vagy. Hát eleve két kül, hát igen. De figyelj, ott jelen vagy a saját temetéseden, de gyakorlatilag egy rajtad kívülálló dolog történik. Viszont valami ilyen szempontból részese vagy, arról, ami rólad szól. De nem olyan a hangulat. De miért ennek kell lennie a hangulatnak? Azt ünnepelnétek, hogy valaki meghalt, aki egyébként még ott van, és jól érzi magát. Nem azt ünnepelték ezen a halotti toron, hogy jaj, de jó, majd meg fogsz halni, hanem az életedet ünnepelték, amit tudjuk, hogy el fog múlni. Ez egy születésnapot. De ez nem születésnapot. Tudom. És készültek gyászbeszéddel is egyébként a résztvevők, amiket igen, tombolán ez a Szamos Gabriella eltett, és mondta, hogy azóta minden nap ebből merít erőt. Tehát, hogy igazából tényleg megemlékeztek róla. Oké, tudom,
még ott volt fizikai valójában. Most gondold már el, írok egy gyászbeszédet, tartívi egy halotti toros bulit magának, és akkor felolvasom a gyászbeszédet, ő meg ott néz. Tehát annyira morbid. Érted? Az ha ott fekszik, néma csendbe. Tehát, hogy akkor néma csendbe. Tudod, akkor matiszta. Szóval képzeljétek el magát ezt a bulit, tehát hogy nem tudom, ajtót nyit, és akkor gyertek, fáradjatok be, fogyasszatok bátran a halálomra. Mit mondanak? Részvétem? Van tombola. Hogy köszönnek? Részvétem? Szörnyopi tortán mi van írva? Igen, hogy, ez a temetési tortán. Nem az Isten éltes, hanem ég veled vagy. Jó, hogy ismertünk. Például kikötötte, hogy virágot ne hozzatok. Igen, helyette egy csomó finomságot. Meg kikötni, hogy akkor hozzá már egy kis lekvárt, egy kis befőzés. De szülinapra is vinnél valami ajándékot, hát, nem? Meg ezt sokan meghatározzák manapság is, hogy mit tudom én, a gyászolók csak egy szál fehér virággal, vagy egy lufival. Igen, de ha úgy nem visz, tehát a torra nem viszel se, a temetésre viszel, nem? Hát, igen, és szerintem így jó, most nyilván a temetését nem rendezhette meg, tehát... Volt olyan, aki megrendezte, erre majd később beszélünk. Ha már halotti tor meg halálról van szó, miért nem vihet virágot? Tehát, hogy az egy szerves része a dolgok. Nem szereti. A virágporra allergiás. Ez olyan, mint a születésnapi bulidon is, olyan ajándékokat visznek neked, amikkel neked okoznak örömet. Ez most ugyanaz. Ő azt szeretné, hogy neki igen. Az az öröm, hogyha nem virágot visznek, hanem nem tudom, együtt esznek egy jót abból, igen. Amit hoznak. Egy hagyományos halotti toron, ahol ugye a halott az tényleg halott, ott meg ugye a család határozza meg, hogy mivel készüljön a gyászoló, nem is tudom, nem rokonság vagy vendégség. Nem. Nekem is így ilyen fura, nem nekem tudom is. Megérteni azt, hogy mitől lesz halotti tor. Tehát értem én, de hát ott van az, aki... Jó, hogy annak nevezzük maximum. Hát, kb. Ez akkor egy főpróbálja egy halotti tornak. Hát, ilyen furcsa születésnek. De ez most neked biztosítékod ad arra, hogyha tényleg meghalok, akkor így fog zajlani a halotti tor, ahogy most nem. Ehhez közelít szerintem majd a gyakorlat. Ne? Tehát lehet, hogy akkor ott lesz egy-két ember, vagy sok, aki elpityeredik, igen, de szerintem simán tudják így menedzselni, meg levezényelni majd akkor példát, is, hogyha élesben hogy ilyet megy. Akar, igen, hogy ilyet csinálnak, igen. Majd, ha már ő nem lesz. Most egy hétköznapi beszélgetésben általában nem hangzik, hogy mi lesz, ha már te nem leszel, vagy mit szeretem benned nagyon, tehát, hogy ilyen sztorikkal lehetne egyébként, meg erről is szólt, hogy különböző sztorikkal emlékeztek. Mindenki szereti a másikat. Igen, és ott arról fogtok beszélni, hogy ha te már nem leszel, hát akkor arról nem, de arról, hogy én annyira szeretlek, újra, hogy megismertek. Aha. Nekem maximum, bocsi, igen? Akkor férne bele egy ilyen halotti tor, úgyhogy még élek. Igen, annyira abszurd, hogyha mondjuk van egy halálos betegségem, és tudom, hogy néhány hónapon van hátra. Volt, az egyik filmben is volt egyébként. Meg volt egy brit férfi is, aki tartott egy ilyen bulit, és annak már másabb hangvétele van. Ez az, hogy ott viszont alapból, ezt akarom mondani, alapból szomorú vagy. De van benne kis szomorúság, mert ezt te most... Igen, de egyébként még van kevésséges. De miért kötelező szomorúnak lenni? Mert meghalt, akit szeretsz. De ezt tudjuk. De nem kötelező, csak... Persze, de hogy... Kori álláspontját is értem, mert az esküvő az ifjú párról szól, a temetés az itt maradottakról, és ugye akkor az hadd szóljon már az ő gyászukról. Én ezt is megértem. Persze. De attól még ez amúgy menő, hogy... Látom a másik oldalt, meg tök jó, meg egyébként én is tudok vele azonosulni, mert én is szeretném, hogyha nem mindenki sírna valamikor egyszer, de majd én nem lehet nem egyébként könnyebb az elengedés is valamilyen szinten, mert van egy ilyen átmenet, amikor már erről beszélgettünk, és egyébként jó szájízzel beszélgetni róla. Emiatt a nyomás miatt neked el kell folytani magadba. Az, hogy te nem mutathatod. De otthon ki tudod adni. Tehát érted, most az csak egy esemény, ami ehhez az elmúláshoz kötődik. Az, hogy te utána hogyan gyászolsz a mindennapokban, otthon a négy fal között, arra már senkinek nincsen ráhatása. Jó, de várj, tehát ő neki az lenne a célja, hogy ne gyászoljak, hanem jól érezze mindenki majd, miután meghal. Azon az esemény. Szerintem csak nem ott. Csak arról szól. De ő ezért rendezte ezt meg, hogy ott ne sírja. Az értem, hogy ezt akkor, ugye ezt most azért rendezte meg, de hogy a gondolat szerintem alapvetően az lenne, hogy őt ne sírassák, ha majd elmegy. Ha meg igazából csak akkor nem síratod otthon meg megint, az meg úgy... Azért, kb. Na, de ti gondolkodtatok-e már egyébként a saját temetéseteken? Amúgy nekem nyomasztó. Tehát nyomasztó ilyesmi gondolkodni. Tehát, hogy a klasszikus, hagyományos, földeljenek el, aztán nem tudom, a pap búcsúztasson vagy... Nekem valahogy a halmasztás is olyan durva. Igen, a bakancs listában mondta ugye Jack Nicholson, hogy félek tőle, mert mi van, ha érzem, hogy égek. És tudom, hogy nekem is én még mindig inkább azt mondom, hogy halmasztanak el, mint hogy a földbe oda lezárjanak. És nem is ez a szempontból része, para. Amúgy nem is az a része, bár szerintem ezt is meg lehet szabni, hogy nyitott koporsú vagy zárt koporsú temetés, de
ugye akkor is ott van annak az esélye, ha nem havasztanak el, hogy az én halotti testemet, ugye nem tudom, csak utoljára láthatod, el tudsz megnézik. Tőle búcsúzni, igen. Tehát, én a havasztás mellett érvelek, és nem szeretnék senki kandalló párkányán ott lenni egy ilyen kis vázába se, tehát hogy nem. Letakarom egy horgolt kis terítővel. Nem szeretnék, nem, hanem hogy nem tudom, szóljanak szét valahova, a tengerbe, valahova, ahol nem tudom, majd a vakációzók fürdenek velem együtt. Igen, meg egyébként a hamvakkal kapcsolatban van egy olyan jogszabály, hogyha valaki ezt hazaviszi, onnantól kezdve kegyhelynek kell, hogy nyilvánítsa azt a helyet. Szóval, hogyha én el akarok menni, igen, akkor ha én el akarom menni, meglátogatni Detti hamvait, akkor időpontot kell kérnem, és be kell csatlakoznom. Már ezt is szabályozni akarják egyébként, hogy nem vihetett haza a hamvakat. Na, nem tudom. De miért vinném haza amúgy? Valaki hazaviszi. Ez is szerintem. Hát, mert hogy gyakorlatilag a folyamat. Aha, igen, tehát igen. Ott van, mégiscsak valamilyen formában, de ott van veled. Hát, fel reggel felkelsz, anyuka kér egy kis kávét, nyilván ez brutális, aki fordítva, de... Nekem szimpi ez, hogy ne sírjanak a temetésemen. Tehát valahogy könnyebb arra gondolnom, hogy egyszer én meghalok, és összegyűlnek a szeretteim, és elköszönnek tőlem, hogyha nem a síró arcukat látom magam előtt. És ez durva, de így valahogy adaptálhatóbb az a gondolat, hogy egyszer én is föld alá kerülök. De már ha meghaltál, nem mindegy. Nem tudom, mert én most még élőként gondolni erre nekem könnyebb. Ezt akartam mondani, inkább az életedben könnyebb ez, mint halál után ki tudja, mi van. Nyilván tök mindegy, hogy hogyan fognak zokogni, de... És akkor Barbie, te még nem gondolkoztál ezen? De vagy gondolkodtál, 27 évesen. Fiatal vagy, nem azért mondom, csak hogy egyáltalán eljátszik az ember a gondolat. De még a műsornak kezdjél el ezen gondolkodni. És egyébként, ami még nagyon érdekes, ugye ez is egy ilyen újdonság, ez az emberi komposztálás. Most nem mondod, hogy van ilyen. Van ilyen. Tehát ez viszonylag új keletű eljárás, aminek során a holttestet valamilyen speciális edénybe helyezik, és olyan biológiailag lebomló anyagokkal együtt, amelyek elősegítik a tetemnek a mi hamarabbi lebomlását. És gyakorlatilag, hát... Felhasználod a kertbe utána? Így van. Virágban lesz belőled? Igen. De most képzeld el. Onnastól kezdve, mondjuk oda elültetsz valamit, valamely, nem tudom, mely magnólia, az belőle nő ki. De ez nem igaz. Amúgy de igaz. Alatt, csak marhára ez morbid. Ez még morbidabb. Tehát én elképzelni, hogy a paradicsom palántáimra onnan teszem a komposztot. Olyan jó ízű vagy, Évi. Vagy tudod, ezután leírod a végrendeletedből, hogy a kislányom majd a kertedbe szórjál. Igen, a hátsó kertbe komposztálja. Simán. De havokat is elszórtod a hátsó kertbe. Inkább, nálam legalábbis inkább, mint hogy nem tudom, ott tényleg leeresztenek, koporsóba zárjanak, és akkor elengedjenek. Egy tengerbe akkor, ha nem akarsz koporsóba. Igen, inkább. Egyre szélesebb a paletta, amivel rendelkezhet az ember. Végül is régen meg úgy temettek, hogy fellökték őket egy hatalmas toronyra, és a madarak szétszették őket. Tehát ilyenek is voltak. Ez is volt opció. Volt egy megoldások, régen is lesznek, manapság is, de hogy egyébként hányan jönnek el vajon a temetésre, az megint egy érdekes kérdés, ha már említettük egyébként, hogy volt, aki megrendezte a temetését. Én egy belga fickót olvastam, aki totál kompletten mindent megcsinált, megrendezte a saját temetését, zárt koporsó volt nyilván, hogy azért ne lássák, hogy ő nincs benne. És ő meglepődött, hogy a családnak így közel, hát a fele se jött el a közeli hozzátartozókból. És hogy igazából neki pont ez volt a célja, hogy ezt megnézze, hogy mennyire távolodott el tőle a család valójában, mint amit mutatnak, mert azért egy temetésen többségében kiderül, hogy tényleg ki az, akinek te számítottál. Nyilván van olyan sürgős helyzet, hogy nem tudsz elmenni, de ott azért ez mutatja egy kicsit, hogy kinek mennyit számítottál. De nem olyan változtatott ezen? Mert akkor itt tényleg a szociális kapcsolatokkal van valami gebasz, és akkor... Meg egyébként lehet, hogy ez két emberen múlik, tehát hogy ez nem csak a, nem tudom, hogy leszemét vagy nem jött el a temetésemre. Nem, hogy tényleg csalódás lehet, hogy csak lézengenek. Ez nem inkább a saját egóságáról szólt? De egyértelműen. Én amúgy azt sem szeretném, hogy boldog-boldogtalan ott legyen, akivel csak nem tudom, köszönő viszonyban voltam, és már akkor pedig ott álljon. Magyarországon tehát... szerintem ez szokás, hogy elmegyek a hatodik szomszéd kiskutyájának is a temetésére, mert hát csak a hatodik szomszédom. És egyébként mit nézel? Most bocsi, az, hogy sír? Igen, hogy van felöltözve. Hogyan felöltözve, igen. Rúz van, temetésen. Te mindenhol azt nézel. Na, de hogy itt azért nagyon ízléstelen ezzel foglalkozni. Ugye a falun vidéken az van, hogy utána megnézik a családtagok, hogy kik vittek koszorút, megjegyzik, és hogyha majd neki meghal egy családtagja, nekem is el kell az övére menni. Úgy illik. Van benne is. De most akkor az illemről szól ez, vagy szerintem tényleg a Magyarországon is, igen. Ugyanúgy, mint mondjuk az esküvőknél is. Tehát nem az van, hogy tényleg kizárólag csak a számodra a legfontosabb emberekkel ünnepled meg azt a napot, hanem
ott van a hatodik unokatestvér, a volt kolléga. Esküszöm, előre kéne rendelkezni arról, hogy én kit hívok meg. Én leírom, hogy kit hívok meg a sejtemetésemre, mint a halotti torra. Van egy lista, bodyguard a temetőnek. Köszönöm szépen, te ne gyere, jó? Te nem vagy rajta a listán, takava. Az kemény lenne, igen. Nézhetek a tök jó. De hogy illem kérdése is, ugye nézzük, mit gondolnak erről. Mert egyébként ez egy tök jó ötlet, én le fogom írni, ki az, akit szívesen látok, azt írják meg kommentben. A mi temetésünk, rajta leszek. A mi temetésünk még mondjuk azt, hogy jó messze van, úgyhogy nem kell ezen gondolkodnunk, de a kommentekre kíváncsi vagyok egyébként, hogy akár voltak-e már olyan temetésen, ahol tényleg a nézők, ahol ilyen vidámabb hangulat volt, mint egy átlagos ilyen szomorkás halotti toron és temetésen. Évi, mindig megvádolsz, hogy beléd folytom a szót a mai adásban. Most hagylak kibontakozni, ugyanis egy olyan téma következik, hogy hány éves kortól érzi magát idősnek, hát egy ember mostanság. Ugye ez folyamatosan változik, és tőled azért gyakran halljuk, hogy hát már nem olyan fiatal vagy, mint régen. Nem zsengetsi be 15 percig, akkor ventiláld, ez ki magadból. Én itt hátra ülök. Azt akarjuk, hogy nézzék a műsort, nem az, hogy elkapcsoljanak. Vagy hallgassák. Nem. Hát figyelj, most ugye azt próbálták meg kutatók feltérképezni, hogy az emberek mikortól tartják magukat öregnek. És azt figyelték meg, hogy egyre inkább kiebb tolódik ez az idő. Tehát például a 60 évesek már nem mondják magukra, hogy idősek, hanem olyan 75 éves korra teszik azt, hogy na ő már bácsika meg nénike. Uh-huh. Ami amúgy tök jó, és hogyha Abszolút. Mi is ugye végignézünk a környezetünkön, azért főleg a mi gyerekkorunkban, ugye Krisztus előtt valamikor. Na, és már Évi, te öregnek érzed magad? Ezt a kérdést így tegyük meg. És mióta? Amúgy nagyon durva, mert... 7 éves korom óta. Igen, mert akkor is kínosztak ugye a ráncaim a tükörben. Nem, amúgy ez hangulattól függ abszolút. Tehát van, amikor mondjuk nagyon sok időt töltök egyedül, egy légtérben a gyerekeimmel, akik nagyon-nagyon aktívak, akkor azért, hogy közelítek a 100-hoz. Jó, szerintem akkor mindenki. Akkor közelítek a 100-hoz, de amúgy meg, amikor például itt vagyok közöttetek, fiatalok között, akkor megfiatalok. Igen, én is. Szóval nem tudom, egyébként azt sem tudom, hogy hány évesnek érzem magam igazából lélekben. Egyébként nehéz megmondani. Ez az öregség kérdés, ugye ez is nyilván változó, tehát mindig saját magadhoz viszonyítasz. Aki tőled fiatalabb, az fiatal, igen, aki tőled idősebb, az meg öreg. De ugye általában, ami egy ilyen állandó viszonyítási pont lehet az öregséghez, az a nyugdíj. És ugye ez is kitolódik egy nyugdíj. A korhatár az egyenlő az öregséggel? Ez szokott lenni egy viszonyítási pont. Kiesel az aktív keresőknek ugye a csoportjából. De ha én magam ugye... nyugdíjasként nem érzem öregnek, akkor a társadalom rám mondja, hogy öreg vagyok? Szerintem igen. Attól van egy ilyen általános konszenzus. Mert ugye már nyugdíjas. Ha egy nyugdíjast képzelsz el a fejedben, akkor egy idős embert képzelsz el, nem? Nem egy fit középkorút, aki még járja Európát. Igen, és ugye régebben, nem tudom, aztán 1992-ben volt a nyugdíjkor, hát a nőknél 55 év, a férfiaknál 58-60 év. Tehát akkor már öregnek számított egy 55 éves de nő. De úgy is néztek ki régen. Tehát, hogyha én a gyerekkoromra gondolok, akkor azért egy 55 éves nő már otthonka, őszhaj, stb. Most meg... Nagyon korán ugye családot alapított mindenki, már akkor nagy valószínűséggel nyilván nagymama volt, és hát nyugdíjas is. Tehát, hogy, és ma már ugye 65 év, tehát soha nem volt ennyire kitolva, igen, a nyugdíjkorhatár 65 év. Szóval, hogy már most egyre inkább azt mondjuk, hogy 65 éves kor alatt nem számít senki sem öregnek. A motiváció, ami fitten tartja igen, őket, és egyébként bajba vagy a megszólítással is, én sose fogom elfelejteni, az egyik munkahelyemen, ahol dolgoztam, anyagot írtam, és egy 58 éves házaspár volt az egyik téma, és én őket azt mondtam, hogy egy idős házaspár, és megkaptam a szerkesztőt, hogy ő nem idős, még értem, hogy én fiatal vagyok, de ő nem idős, ő középkorú. Az 58 éves középkorú. És így elgondolkodtam, hogy egyébként van benne igazság, de hogy nyilván én, mivel 20 pár éves voltam, úgy azzal a szemmel idősnek tűntek. Mondjuk ma nekem is ideget szúrtak, mert egy 20 pár éves delikvenségen jó napot kívánok, köszönöm, szóval nem azt mondom, hogy jól nem értettek, hogy kinek mondja, tudod, hogy így van még itt mellettem. Mondjuk azon elgondolkodnék, Évi, mert 20 év fölött már tényleg ez a csokolommal köszönnek. Igen, szóval nem mondom, hogy jól esett a lelkemnek, de nem baj. Egyébként azért kérdeztem ezt a nyugdíj korhatárnak 60 év fölötti vonalat, mert nekem van 60 év fölötti ismerősöm is, basszus, 15-20 évet simán letagadhat. Tehát annyira hát igen, az örök fiatalság kultuszában létezik-e még az a szó, hogy öreg? Tehát, hogy ugye... Szerintem igen.
Na és nálad hol? Ki számít öregnek? Ez persze. Na. Na, na most leszek, nem most leszek. Na most akadják újra. Én is egyébként ez a 60 plusz 65 közelire ezt a nyugdíjhoz tudnám hasonlítani. Tehát talán a 60-at már... én még nem tartanám. Nem? Amúgy az a durva, hogy nekem a szüleim most lesznek 60 évesek idén, és ugye látom, hogy de milyenek, és nem ezt akartam mondani igazából, hogy ez a nehéz kérdés, hogy hogy viszonyítasz valakit, hogy öreg, mert magadhoz viszonyítod, a környezetedhez viszonyítod, nem, azokhoz, akiket láttál régebben, tehát hogy mihez viszonyítod? Szerintem elsősorban nyilván magadhoz viszonyítasz, mert te is elkezdesz öregedni, mondjuk igen. Már te is 60 leszel, akkor azt mondod, hogy hát végül is a 60 az még nem öreg. Tehát, van, hogy... megszólal az ego, hogy igen. Jó, sokszor mondom, az más, de hogy lehet, hogy 60 évesen nem fogom olyan gyakran mondani, mert akkor már tényleg öreg leszek, és fájni fog. Hát, adunk erre a kutatásra, amit ugye mondtál, hogy volt egy ilyen kutatás, ahol ezt vizsgálták, hogy tolódik ugye az öregedési korhatár, amit ugye vallottak a résztvevők. Ugye a kutatás úgy nézett ki, hogy nagyjából amerikaiak vizsgáltak németeket hosszú időn keresztül, és azt figyelték... Véletlenül sem magukat. Nem. És azt figyelték meg, hogy 4-5 évente mondják mindig egy kicsit később, hogy na, ennyitől öreg, nem, mert ennyitől, meg ennyitől. Tehát ahogy ők is mentek bele a korba, annál inkább mondták azt, hogy nem, mégsem öreg. Igen, egyre inkább megnyúlik egyébként a fiatal tartomány, meg a középkorú tartomány, igen, és az öregséget azt mindig így elodázzuk, hogy á, még nem igen, vagyok. Igen, ez már a vége, az utolsó etap, és arra nem jó gondolom. Hát rossz asszociációnk van rá. Abban, hogy 20 évesen a 30 nekem öregnek tűnt. Most, hogy már 30 közel vagyok, most már mégsem annyira ugye, öreg. Ugye, mindig tolódik igen. Ki. Egyébként érdekes, hogy a Harari, egy izraeli történésznek van egy könyve, 21 lecke a 21. századról, és abban azt írja, hogy orvosilag a 21. században abszolút lehetségessé válik, hogy 120 évig éljünk. Na, kösz. Akkor viszont, hogyha 120 évig élünk... Akkor például mi akkor már nem valamunk a középkor felé. Igen, tehát akkor ki számít majd öregnek? Jó, de az a 120, hol lesz a nyugdíjkorhatár? De az a 120 év az mennyire, hogy mondják ezt szépen, rendes élet. Hogy mennyire persze, minőség hogy élet. Az, le, persze, hát, meg ugye még ezt nem értük el. Tehát még most nem tudunk ehhez viszonyítani. Így van, de hogy lehetségessé válik, és hogy ez is erről a kitolódásról szól gyakorlatilag, mert a 120 év, ugye az emberiségnek azt olvastam, tehát a 99,9%-ában, ugye 30 év volt az átlag életkor az emberiség történelmében. Ennyi ideig éltek az emberek. És az utóbbi 40-50 évben alakult ez át, hogy olyan rohamosan ugye nőtt az átlag életkor, az egészségünknek így van. Szóval, hogy olyan rohamosan nő az átlag életkor, hogy ma már kiebb tolódik ez az öregségnek a egyébként értem azt, hogy ugye régebben nagyon sok volt a járvány, gyermekhalálozás, háború, stb., ami azért vitte az embereket, viszont nem minden területen értek azzal egyet, hogy most egészségesebben élünk, mint annó az idősek. Ha csak a dédnagymamámra gondolok, 89 évesen halt meg, és mondjuk soha életében nem szedett gyógyszert, vagy nagyon minimális mennyiségben. Megtermeltek mindent maguknak, nem a boltban vették a zöldséget, gyümölcsöt, húsféléket. Ha így nézzük, akkor meg egy csomó minden van most az életben, amivel mérgezzük magunkat, amikor ők még azzal ugye nem. Felgyorsult a világ. Egyrészt, meg akkor inkább én úgy fogalmaznám ezt, tehát, hogy a sok szeméthez mérten, amit ugye megeszünk, fogyasztunk, amit ugye kapunk a környezet révén, ahhoz mérten viszont egészségtudatosabbak vagyunk. Tehát próbáljuk azért ezt úgy tompítani, ezt a sok káros hatást. Meg hamarabb fordulunk orvoshoz, már ugye a prevenciós szakaszban is elmegyünk nagyon sokszor, míg régen csak akkor mentek orvoshoz, amikor égett a ház, és kb. Hát, igen. Fél lábbal már ott voltunk a sírgödörben. Azzal párhuzamosan, hogy lehetőségünk van sokszor orvoshoz menni, sokkal többször szedünk gyógyszert is. Hát ami meg valahol pusztító is. De nem feltétlenül, szerintem... Több hozománya van nyilván, igen, az egészség tudomány fejlődésének, igen. Tehát pont emiatt nem 30 évig élünk már átlagba, hanem 80, igen, tehát nem is tudom, Kínában élnek talán legtovább, ott nagyon sok a 100 év fölötti. Szóval, hogy míg tényleg nem is tudom, egy ilyen 40-50 évvel ezelőtt még az átlag életkor egy ilyen 50-es volt. Tehát már ahhoz képest is folyamatosan nő. És akkor, hogyha mondjuk Korinnak a gondolatmeneténél maradunk, hogy olyan 65 éves kortól idős valaki, meddig számít fiatalnak? Meddig nem középkorú valaki? Csak hogy finoman kérdezem akkor te most három kategóriára osztod, fiatal, középkorú és idős? Szerintem nincs olyan, hogy fiatal és idős. Tehát az nem nagyon nagy számít. Én többre venném, tehát valahogy így. Milyen kategóriákat? Én nagyon emlékszem, hogy egyébként hivatalosan megvan
írva, hogy a középkorúan hány éves kortól meddig terjed. Most pontosan nem igen, tudom, az önbevallásra vagyok kíváncsi. Mert ugye itt a hivatalosan... Igen, tehát nem te meddig érzed ja, magad? Tehát nyilván, nyilván most ők persze, hogy fiatalnak érzed magad. Na, te mondjuk fiatalnak érzed még magad? Rezeg a létsz, necces, de... mik azok a pontok, amik alapján azt mondod, hogy na, ezeknek a kritériumoknak, vagy ezek a kritériumok alapján én már nem számítok fiatalnak. A tükör, az makacs. Legalábbis a ráncaimnak a szaporodása az, ami azt mondatja velem inkább, hogy hát elég erősen ballagok már igazából a középkorú mezőnyben. Igazából az első olyan dolog szerintem ez a ráncosodás, igen, nem igen. Amikor... Nekem igazából az, mert nem érzem magam nem fitnek. Tehát meg igen, mert szellemileg, a fizikailag kondícióm... abszolút aktív vagy. Igen, tehát, hogy... tehát a kondíciómmal nincsen gond, mentálisan is remélem még nem dementálódok, de igen, akkor szóljatok. De inkább csak a kinézet az, amin na, de azt ezen érzem. Viszont már a tudomány megint ott tart, hogy ezen lehet javítani. Igen, és szerintem onnantól középkorú valaki, vagy onnantól halad a középkorúság felé, hogy már külső segítség kell ahhoz, hogy javítson a helyzeten, és még fiatalnak érezze. Én találtam egy ilyen életszakaszt nagyjából most így, hogy rágoogliztam, amit tízet hoz fel, tízet sorol fel, tíz életszakaszt, a csecsemőkort, a kisgyermekkort, jó, de hát az a gyermekkor, serdülőkor, ifjúkor, fiatal felnőttkor, középkorú felnőttkor, öregedés első fázisa, haladó fázisa és az aggkor. Ez is mindig változik. 30 fölött az öregedés első jelé. De szerintem nem tudom, ezt mikor határozták meg, mert ez, szerintem figyelj, ma már ez nem helytálló. Tehát, ez az, hogy szerintem itt nehéz megbontani. Eleve az igen, hogy most 3 részre bontod, 10 részre bontod, 6 részre bontod, ezek alapján is változik. Nyilván ott ugye az első 18 évben ott rengeteg kategória van, mert akkor a legnagyobb léptékű a változás. Hogyne, tehát elhiszem, hogy ott ugye millió kategóriát meghatároznak, de most akkor legyen gyermekkor, gyermekkor, fiatalkor, középkor és öregkor. Vagy legyen aggastyánkor, az legyen a vége. Nekem egy olyan kérdésem lenne az öregség kapcsán, hogy meg tudunk ezzel békélni? Úgy tűnik, hogy nem. Tehát, hogy nem. Elfogadóbbak tudunk lenni magunkkal szemben az öregedés jeleit látva? Szerintem már csak nagyon a végén. Szerintem nagyon a végén, mert amikor amíg az ember mindig aktív, tehát nem érzi a fizikai korlátait a és a egyre korának, tovább igen, vagyunk aktívak. Addig tehát... szerintem ezt nagyon nehéz elfogadni. Ó, még egy ránc megjelent, nem baj, oda se neki. Tehát szerintem ezt egészen addig, amíg már nem kín a felállás, nem recsegsz, ropogsz, addig szerintem ezt nem tudja az ember mert adaptálni. Azt hiszem, abban a tanulmányban, amit pont te találtál, volt egy olyan, hogy ha valaki öregként gondol magára, akkor rajta sokkal jobban fog látszódni az öregedésnek a jele. Igen. Hát az elmondom, hogy sok minden befolyással van. Bele savanyodsz így az igen. Öregségbe, szóval hogy a titulusban. Nektek van olyan egyébként? Bocsáss meg, bárjuk elmondani. Csak Évinek akartam egy jó tanácsot mondani, hogy... Nem mondja, hogy gyakran, jó? Lehet azért mondani, ennyi ráncom, igen. Szóval, hogy van olyan, mondjuk, hogy általánosságban véve még nem gondoljátok magatokat öregnek, de bizonyos tevékenységhez már azt mondjátok, hogy ehhez én már öreg vagyok. Igen. Tehát, hogy alapjában véve nem gondolom magam öregnek, de ehhez vagy ehhez, ez már akár... Bizonyos viseletekhez, maximum. Igen? Igen, bizonyos ruhadaraboknak a viseléséhez. Na, például érdekes, hogy ezt mondod, mert én meg azt gondolom, hogy ugye mondtad régen, hogy nehéz volt megállapítani, már csak az öltözködésből kifolyólag is, hogy ki hány éves, igen. Mert általában ugyanúgy öltözködött egy 20 éves lány, meg egy, nem tudom, egy 35 éves, igen, nem? Tehát ilyen konszolidáltan. És szerintem megint e felé a világ felé tendálunk, hogy gyakorlatilag már egy 50-60 éves is tök fiatalosan öltözködik. Ez igaz. Tehát, hogy már nem tudod, sőt, a 15 éves is úgy öltözködik, mint a 25 éves. És nem is tudod megmondani, hogy 15 éves. Igen, tehát, hogy elmosódnak a határok már csak az öltözködéssel is, meg nyilván a külső égekkel. Hát maga az öltözködés, meg a stílusod szerintem sokkal többet hozzá tudna adni, akár a kinézetedhez, meg ahhoz az érzethez, hogy te most öregemnek érzed magad, vagy fiatalabbnak. Hát, igen, gondolom, de ott lenne bennem, úgy hátul a kis ördög azért motoszkálna, hogy vajon a külvilág látja rajtam, hogy idős vagyok esetleg. Hogy te ezt a miniszokját már nem engedtem meg magadnak. Volt egy divattervező, nem fog eszembe jutni a neve, aki azt mondta, hogy 25 év fölött már nem kellene farmernadrágot hordani a nőknek, és 30 vagy 40 év fölött nem lehetne hosszú hajuk, mert hogy öregek hozzá.
Hány éves? Ő idős, tehát 70 pluszos, még... és egyébként egy nagyon elegáns nőről van szó. Nem fog szerintem eszembe jutni a neve. Szerintem ez megint ilyen egyéni preferencia, hogy kinek mi áll jól. Igen. És belegondolni, hogy például a farmer nadrágot is buktam már hivatalosan, akkor az így... Én csak kis kosztümbe jöhetsz. Én a nyugámat állandóan szekálom, amikor esetleg egy olyan ruhát vesz magának, ami szerintem... Mamókás, hogy anya ne, tehát hogy miért teszel még hozzá az öregedésedhez a ruhaválasztásoddal is? Tehát, hogy öregíti tehát, hogy magát. Igen. Igen. És egyébként csak így a beszélgetés végén férfiak kontra nők tekintetében az öregség. Tehát, hogy ugyanott húzzuk meg a határt? Nem, ők érnek, nem ezt akartam mondani, a férfiak az évvel egyre jobbak, mint a jó borok. Így van. Ó, hát de ettől jó. Szebb okkal nem is tudtad volna lezárni ezt a beszélgetést. Őszinte vélemény, kérte, most hazudjak. De egyébként jogos, és örülök, hogy ezt egyébként nem mi mondtuk ki. Igen. Mert sajnos így van, hogy egy 65 éves, vagy nem tudom, 60 éves fickó még tud tök sármos lenni. Nem mondom, hogy ugyanebben a korosztályban a nők nem, de sokkal nehezebben, sokkal többet kell tenni. Az idő, igen. Szerintem igen, benne igen. Van. Még igazából ők neveztenek egy szakállat, és igen, meg jól áll nekik az ősz. A legjobb plasztikai sebész. Az tényleg nagyon jó, sokat tud tenni egy szakáll. Én egyébként majd egyszer megmutatom nektek sok év múlva, hogy milyen vagyok anélkül. Hát, mint egy csecsemő kb. Na de menjünk talán kicsit tovább, a nézők pedig írják le kommentben, hogy szerintük mikortól számít valaki idősnek, aggasztyának, középkorúnak? Kíváncsi vagyok a véleményekre. Hát, ha valaki megerősít, esetleg megcáfol minket. Kíváncsi vagyok, hogy ebből hogy fog kijönni a tendencia. Talán majd teszünk ki róla a Facebookra is valamit, hogy ki miket írt. Na de, házi munkával fogunk foglalkozni, a láthatatlan házi munkával, ami hát nem fontos, nem fontos. Azt mondják egyesek, hogy nem olyan fontos. Ugyanis egy spanyol házaspár lesz a témánk. Ez nem mostani hír, nagyjából tavaly folyt ennek az ügye a bíróságon. A lényege, hogy volt egy spanyol pár, akiknek megromlott a kapcsolatuk, elváltak, viszont a házasság alatt a nő csak házi munkával törődött, nem dolgozott, így ergo, mikor ők szétmentek, hát nem volt munkahelye, nem volt semmije, és ő azt kérte, azt követelte, hogy fizessék ki neki azt a pénzt, amit ő házi munkával töltött. És ezt végül a bíróság egyébként megítélte neki, nagyjából átszámítva 78 millió forintot kapott. Valahol nem jogos. Igen, hát gyakorlatilag a férjének dolgozott, igen, meg a gazdasági családjának. Gazdasági függés. Én itt most ugye nem a házi munka, nem sokára kiállok a házi munka mellett. De most valaki ellene van? Nem, hanem hogy itt a nő volt buta. No. Tehát, hogy ő miért... Miért nem mérlegelte azt, hogy ha egyszer ennek a házasságnak vége, akkor én ott leszek kisemízve, hogy ő nem tett azért. De nem így megy bele az átlagember. De te nyugodt lennél, hogy neked semmilyen bevételed nincs, a családnak élsz, a házi munkát csinálod. Nagyon sokáig ez így működött, ez volt a normális. Én nem lennék nyugodt, de azért, mert nekem egyébként fontos a munkám is. De nagyon soknak nem. Tehát például Magyarországon is van egyébként egy olyan hivatalos megnevezés, hogy főállású szülő, vagy főállású anya. Csak nyilván kevesebb ember él már ezen, hogy a nők is szeretnének karriert. Ha emlékeztek, volt, hogy a személyigazolványban, vagy miben benne volt, ugye ki mivel foglalkozik, és aki otthon volt, az HTB, háztartásbeli volt. Háztartásbeliek voltak, igen. De ott a válás sem volt ilyen nagy arányú, tehát ott, ha hozzámentél a férjedhez, ott nagy eséllyel együtt maradtatok, tehát neked biztosítva volt a létfenntartásod. Jobban, mint ma? Igen, mondjuk itt is 20 sok év után váltak. 25 vagy 7, valahogy így, igen. De javíts ki, Kori, itt nem az volt, hogy a férj nem is engedte dolgozni a nőt. Tehát a sztori úgy nézett ki, igen, hogy ugye neki volt két... Hát hogy ne bántsuk a férfiokat egyből. Tehát volt két lányuk nekik, és ugye amikor megszületett az első, akkor még úgy nézett ki, hogy vissza-vissza járogatott dolgozni, de ugye az volt a lényeg, hogy egy rugalmas munkahelye legyen, hogy tudjon a gyerekhez menni, hogyha bármi van, otthon maradni, táppénz, stb. És én, amikor megjött a második is, döntöttek, hogy na jó, akkor inkább mégse legyen ez a munkahely. Nyilván a férfi mondta, hogy ne legyen, majd ő eltartja, stb. De ebből a szempontból meg tudom azt érteni, nyilván, hogyha van két gyerek, akire figyelni kell, akkor tényleg vagy az, hogy otthon kell lenni, vagy egy olyan rugalmas munkahely kell, ami meg hát, az semmit nem fizet kb. Mert tudni kell menni de a gyerekekért. Például Magyarországon ezt a mintát szerintem egy nagyon kevés réteg tudja követni, mert egy átlagember, egy átlag családban nem tudja megtenni azt a nő, hogy otthon marad. Hát ma már nem, igen, mert két fizetést kell. De mondjuk, ja, ha mondjuk persze, meg is tudja akkor tenni. Akkor is, tehát annyira feladod önmagadat. Tehát én ugye majdnem 6 évet voltam otthon.
és belegondolni abba, hogy innentől kezdve ez van, és akkor háztartásban. De nem tudod elképzelni, hogy valakinek egyébként meg jó az, vagy szereti? De ezt abszolút el tudom képzelni, sőt van is olyan ismerősöm, aki nem is szeretett volna egyébként visszatérni a korábbi szakmájához, mert nem is szerette, tehát ez is hát akkor szerepet játszott benne. De hogy ő annyira ki tudott teljesedni a gyereknevelésben, és abban, hogy ő főállású szülő, és otthon van, és egész nap rendezi a gyerekeket, hogy ő azóta is tartja ezt, és tök jól el van vele. De ezzel nincs is gond, így csak van. Viszont ha jön a vállás, akkor viszont mi van? Gáz van. Tehát akkor, szerintem, igen, én szerintem akkor ezt egy házassági szerződésben mondjuk értelmes lefektetni. Már ezt is az elején, hogy mi van akkor, hogy... Szerintem az a baj... Mit írsz a házassági szerződésben? Hát, figyelj, munkakörök felírtam. Igen. Ugye te is küldtél egy videót, amiben benne van ez nagyon viccesen. Tehát ugye egy nő mit csinál? Dadus, szakács, mosónő, takarítónő, sofőr, mert ugye viszi a gyerekeket iskolába, vodába, stb. Korrepetítor, mert ugye foglalkozol otthon a gyerekkel. Igen. Lakberendező, mert hogy berendezi a lakást, hát házi orvos és ápoló. Így van. Na, szóval, igen, hogy itt most nem tudom, 8 munkakört felsoroltunk. Igazából itt az a baj, hogy tehát miért vagy paraszt, ha már tönkre megy a kapcsolatod valakivel, és azt mondod, te nem kapsz semmit. Tehát itt igazából ez a gond szerintem. Én ezért mondom, hogy azért érdemes meg ezt egy, még a zenikén, a szerelem zenikén ebben megállapodni egy házassági szerződéssel, mert amikor már válsz, ott már, ott de már most, nem az nézel. De te miért teszed tönkre a másiknak az életét? Azért, mert meg ilyen az ember. De most ez annyira... Itt az volt a sztori, hogy elváltak, és semmit nem akartak közös vagyonból úgy adni. Úgy volt a sztori, hogy ugye mikor ők összejöttek, aláírtak egy megállapodást, mi szerint van közös vagyon, de a csávónak van teljesen különálló, ami csak az övé. Nyilván az a jelentősebb. Nice. És most, amikor így különmentek, a háznak a felét megkapta a nő, hogy ez most pénzbe vagy mibe, azt nem tudom, azt nem írták, és hogy de azon kívül semmi nem volt. Igen, de ezt tehát a részét... ezt nem értem, hogy miért nem felezünk, vagy akkor valami de ha tényleg... feleznek is, tehát ugye itt a havi szintű jövedelem az, ami hiányzott volna. Tehát hiába azt mondja, hogy oké, akkor tiéd a ház, édesem, és akkor maradjál ott, azt még fenn is kell tartani. De most 78 millióval te beljebb vagy sokkal? Venned kell egy házat, venned kell egy autót. Így van, nem biztos, tudom, viszont ő nem csak 78 milliót perelte ki a csávótól, hanem havi szintű jövedelmet is. Hát, nyugdíj hozzájárulást és igazából. És ezen van szerintem a hangsúly, hogy ha neki már nem volt szakmai életútja, nincsen szakmája, amiben dolgozni tud, akkor viszont legyen egy fix havi szintű jövedelme, és ezt perelte ki aputól, hogy akkor viszont én beáldoztam a család oltárán igazából mindent, nincsen privát életem, nincsen szakmám, akkor viszont fizes havi szinten. Amúgy azért jogos, mert igen, nekem derogálna, hogy nincs munkám, otthon vagyok, otthon házi munkát végzek, stb. És ha én magamnak valamit meg szeretnék menni, akkor kopogtatnak, hogy édesem, akkor egy kis pénz, igen. Mert ezt meg akarom magamra venni. Igen. Tehát igen, ebből mint a gyerekek, te is zsebpénzt kapsz. Igen. Szóval amúgy szerintem hát ügyes volt. Igazából, ha belegondolsz abba, hogy itt most 25-27 év után neked vissza kellene menned dolgozni a szakmádba, bármi legyen is az, tehát igen, eleve 5-10 év alatt annyit változnak a szakmád, annyit változik a világ, hogy ezt fenntartani és lekövetni azt, hogy hogyan változik a te szakmád is lehetetlen kb. Úgyhogy nem dolgoztál. Főleg manapság, mert gyakorlatilag szakmák szűnnek meg tűnnek el, akár a mesterséges intelligencia által is, tehát hogy például hiába végzett x évvel ezelőtt, 10-20 évvel ezelőtt valamit, szakmát, már lehet, hogy nem is létezik. Hát a tévézésből belegondolsz, hogy 20-30 évvel mennyit változott. Tehát rengeteget. Nekem még az jutott eszembe egyébként, hogy milyen helyzet mondjuk a luxus feleségekkel, akik viszont saját maguk döntenek úgy, tehát nem azért, mert gyereket nevel, mert ugye... Jó, az egy más réteg. Jó, csak egy érdekes aspektus, hogy mondjuk ott ugye nincs rászorulva a nő arra, ahogy dolgozzon. Nyilván van dadus, meg van kertész, tehát van takarítónő, bejárónő, szóval, hogy ők miért kérhetnének pénzt a férjüktől mondjuk egy ilyen esetben. Feleségtartás, amúgy szerintem van ilyen, nem? Hát, hogy mik lennének azok a, nem tudom, hostesskedtem melletted évekig, szenvedélyesen szolgáltalak az ágyban. Vagy funkcionáltam a hivatalos eseményeken. Szórakoztató és szenvedélyes társ voltam, vagy nem tudom, ott villoghattál velem a vagy az eseményeken. Vagy mondhatja azt is, hogy hiába a luxus, de beáldoztam érted mindent. És nem dolgoztam, nem építettem karriert, úgy értem, ahogy te szeretnéd, melletted biodíszlek. Én próbáltam a realitással ajánlani. Nem, azt úgy, hogy nem röhögöd el magad, miközben mondod.
Nem, most nyilván ez is lehet egy aspektus, de hogy simán lehet ott is ez az érv, hogy nem valósítottam meg önmagamat melletted. Jó, de az, hogy nehezebb mérni. Itt a persze. Házi munkát ugye azt lemérték úgy, hogy nagyjából mennyi óra, alap, a minimálbér, stb. Milyen munkakörök. Egyébként itt ez nehezebb lenne szerintem. Visszacsatolva, ugye én lebontottam havi keresetre, ugye ez a spanyol esetet vettük, ugye alap, ez a 78 millió, és a havi 217 ezer forintot jelentett. Tehát azért nem... Nem kereste agyon magát. Hát figyelj, most ha az a 78 millió az nettó, akkor igen. Hát, tehát, és havi 190 ezret kap, ugye a férje, tehát még alul is fizetik ennek után. És ugye volt egy portugál eset, bocsáss meg, Barbara, gyorsan elmondom, ott 60 ezer forint per hó, amit megítéltek, ugye több ilyen eset volt. Igen. Kínában járt legrosszabbul egy hölgy, 2 millió forintot kapott 5 évnyi munkabérért, ugye ez havi 33 ezer forint, ez kb. Felére segélye. Hát a kínaiak rosszul keresnek, biztos. Egyébként van még egy nagyon fontos vetület ennek a házi munkakérdésnek, nem tudom, Kornél van még időnk? Van, még, mint a tenger. Tehát, hogy ma a férfiakat be lehet-e vonni a házi munkába, mert nálunk tök jól működik, hogy mind a ketten csinálunk ezt, azt, amazt, és ez szerintem sokkal működőképesebb, mint amikor csak az egyik fél részére mozdul el. Hát, hogy a nők elkezdtek dolgozni, automatikusan vonta ezt gyakorlatilag. Van olyan férfi, aki ma is azt mondja, hogy hiába ledolgozott te is kicsi ma 8 órát. Na, tudok elválni. Ha nem 12-es karikát szoktam is most bemutatni. Szerintem Kori az, aki azt mondja, hogy a házi munka a nő dolga. Ezt kikérem magamnak. Most nem fogjuk bevallani. Nem, én azt mondom egyébként, hogy ház körüli munkákat fel lehet osztani. Tehát nem azt mondom, hogy nem férfi meg női munkára, hanem tehát például mondok egy példát, fűnyírás mondjuk egy jó nagy dögnehéz géppel, inkább csináljon egy férfi, mint én egy nő. Én szeretek fűnyírni. Nem azt mondtam, hogy ne csináljon, inkább csinálja ő villanyszerés. Nem, ne is haragudj. Igen, akkor nálunk én nyírok egyébként. Ne haragudj, mekkora fűnyírótok. Most kicsi, de én a nagy után is rohantam. Tehát vannak olyan munkák, amiket amúgy is a férfinek kell megcsinálnia, mert nehezebb, vagy ez rossz példa az, hogy ő ért hozzá. Aha. Mindegy, a lényeg az, hogy be kell vonni, meg kell is egyébként, hogy mindenbe belefoljon. Azért kell egyébként már csak bele is, hogy belefoljon ebbe, mert akkor látja igazán, hogy egy nő mit csinál még a munka mellett. Tehát úgy nem tudja meg elmondani a véleményét, hogy te csak ennyit csinálsz. Szerintem azzal van ott a gond, hogy alapból azt mondjuk, hogy bevonjuk a házi munkába. Nem az, hogy mindenki kiveszi a saját részét, amit mondjuk belepakolt ugye a rendetlenség előidézésébe, hanem bevonjuk. Mint a gyereket, hogy őt is bevonjuk a házba. Jól van, tudod, gyere, van egy ilyen. Nekem, na ez a kérdés. Van egy ilyen szelídítés. Időszakad, de szerintem nézd utána. Nézd csak itt a mosogató szívvel, hogy mutatkozzatok be. Nagyon sok férfinek meg kell mondani, hogy mit csinálj, mert egyszerűen nem látom kérem, ezt. Ez amúgy... Én ilyen vagyok. Tehát én otthon is megmondom. Edukáld magad. Én otthon is olyan vagyok. Én bármit, mert csak szóljatok. Mert én így mozgok a lakásba, beszűkült látókörre. Azt nem hiszem, hogy nem látom, hogy folyik ki a szemét a szemetes. Ha ott lennék és állnék ott egy fél percig, biztos észrevenném, de amikor csak céltudatosan kimegyek, kiveszek egy üdítőt, visszamegyek, csinálom a dolgom, ide megyek, oda megyek, nem a kukát fogok figyelni, céltudatosan megyek. És nem érted, miért ordít az asszony. Igen. Tehát, hogy én azt mondtam, én el is ismerem, szóljatok, és én megcsinálom, csak de nem veszem észre. Csak néha fárasztó egyébként szólni, persze, és biztos, tényleg hogy szólnom kell, hogy igen. Ötötször. Amúgy nem tudom, én azt látom, hogy már most a mi generációnknál van itt is némi változás. Én, hogyha csak a férjemből indulok ki, neki nem is kell mondani semmit, sőt, igazából. Nincs is az, hogy bármelyikünkre is rá kell szólni a másikra, hanem tök magától értetődő, hogy akinek ideje van, vagy aki észreveszi, az megcsinálja. És, tehát nincsenek fix feladatok, hogy ezt te csinálod, mindig ezt meg én, hanem hogy akihez odaér a munka, úgy hát, mondja. Akkor így nehezebb lesz, ha váltogatni, felszámolni, ki mennyi dolgozott, tudod esetleg, vagy hogy... máshol is, hogy Barbie nálatok esetleg, ha úgy van, meg van osztva minden. Pár év múlva, ha ilyesmi történt. De én a baráti körömben is, így a velünk egykorúaknál is azt látom, hogy ott sincsen már az, hogy a nőnek a konyhában a helyén, meg megyek barkácsolok gyorsan valamit, hanem régen, igen, hanem abszolút magától értetődő, hogy aki hamarabb éppen odaér ahhoz a koszos bögréhez, akkor az el fogja mosogatni. Persze, ez már liberalizálódott. Igen, a pasik ugyanúgy főznek, ami mellesleg tök menő, úgyhogy... Egyszer megtanulom, ígérem. Helyes. Alap dolgokat tudok készíteni, ott vannak a séfes műsorok, tehát lehet inspirálódni. Igen, majd séfek pasik, szóval hát, nem véletlenül. Pasikként, tehát pasiként megy a képernyőre, tehát nem biztos, hogy a legnagyobb séfek pasik, tehát lehetnek nők is, csak pasikat visznek inkább a képernyőre, nem? Ebben nem menjünk bele, állom a kamera mögött itt. Igen, de mindegy, szóval a lényeg az, hogy... Én azt kell mondani, a nők is nagyon jó szakácsok, sőt, csak hogy bevédjem magam. Oké,
később. Majd adás után számolok. Hogy kommentben majd leírják, hogy volt velem a baj. Ez most nem a férfiaknak volt támadás, mert ja, nem, most szerencsés ez helyzetben vagyunk már, hogy eljutottunk odáig a társadalomban, hogy a férfinak sem derogál. Inkább itt az a kínos helyzet áll elő, hogy gazdasági függésben még mindig inkább a nők sodródnak, pont hát a gyereknevelés igen. miatt. Hogyha itt is nyilván fordulna a kocka, és több pasi maradna otthon, gyeden, gyesen, és mondjuk ő esne ki a munkából, akkor valószínűleg ilyen precedens értékű perek a másik nemmel is előfordulnának. Tehát azért beszélünk most itt, és kvázi így burkoltan ekézzük a pasikat, amiért én előre is elnézést kérek, mert nem szeretem. Nem, hogyha bármelyik szerintem. Nemet is elítéljük, de hogy csak azért, mert jelenleg ugye a gazdasági függésben inkább a nők tudnak belekerülni. Igen. Maradjunk annyiban, hogy van hova fejlődni, és érdemes is fejlődni, a férfiak is vegyék ki a részüket. Tényleg léci, mondjátok el, ha valamit meg kell csinálni, már csak az én érdekemben is. Mondjuk, hogy vitt ki a szemetet. Sokkal könnyebb így van. Írják meg a nézők is kommentben, hogy náluk otthon hogyan oszlik meg a házi munka, mennyire kell rászólni a párjukra, hogy éppen végezzenek el valamit. Köszönjük, hogy velünk tartottak ezúttal is.